Hello, sziasztok! Üdv ismét a csatornámon! A mai videóban különféle termékeket szeretnék nektek megmutatni, melyeket a Wish weboldalról rendeltem. Ez egy, hát nevezzük webshopnak, olyasmi, mint az eBay vagy az AliExpress. Tehát főként szerintem kínai termékekről van szó, és nem dekorkozmetikai termékeket fogok megmutatni, vagy csak nem is kozmetikai termékeket, hanem mindenféle dolgot. Úgyhogy, ha mindez érdekel titeket, akkor tartsatok velünk. Sajnos még minden nem érkezett meg, menjünk akkor sorba. Rendeltem egy fülpiszkáló tartót. Kissé puritán a téma. Kissé puritán a téma, de engem nagyon zavart, nem az iPad itt maradt szívem. Engem nagyon zavart állandóan az a fülpiszkáló doboz a fürdőszobában, ezért beruháztam egy ilyen nem, és csak ezt odaadom. Egy ilyen fülpiszkáló tartóra. Ez ugye úgy néz ki, hogy itt felül lehet megtölteni, és itt alul, ugye itt jönnek ki a kis fülpiszkálók, néha rá kell segíteni, így újjal egy kicsit ki kell túrni, de sokkal dekoratívabb, szerintem is esztétikusabb látvány nyújt, mint állandóan az a papír vagy műanyag dobozott a fürdőszobában. És ehhez kapcsolódóan rendeltem egy vattakorong tartót is, ami még nem érkezett meg, de ugye minden terméket úgy mutatok meg, hogy megmutatom a weboldalon szereplő képet, és ezt szeretnéd? Nem? Illetve majd csinálok róla akkor külön egy videót, amin látjátok, hogy élőben hogy néz ki. A fülpiszkáló tartó az kb. 500 forint volt, tehát valami 250 forint volt maga a fülpiszkáló tartó, és kb. Ugyanennyi a szállítás, ha jól emlékszem. De több olyan termék lesz most itt, ami ingyenes volt, és csak a szállítást kellett kifizetni. Mi ez? Vattakorong tartó, az pedig szintén ilyen 500 valamennyi forint volt, csak ne szóld ki belőle a fülpiszkálókat, jó? Így fogod? Jó, de ne ejtsd le! Na, ez pont nem kellett volna. Most kiszórtad a fülpiszkálókat, Bogyó. Na mindegy. A következő termék az egy rúzstartó. Mutatom. Róla van szó, csak nekem most ez ugye meg van töltve. Így oldalról látjátok, hogy hogy néz ki, illetve felülről. Hát ilyen kis regeszekből áll. Itt ugye körülbelül így látszik, csak nem akarom kiborítani. De majd, és ugye ilyen hátulról. Nekem az összes sminkcuccom ilyen rekeszekben van. Volt, amit a DM-ben vásároltam, volt, amit rendeltem eBay-ről, innen-onnan, de mind ilyen átlátszó műanyag kis tartókában van igazából, és ez megtetszett. Így külön így rúzstartóm nem volt, csak olyan, amiben mindenféle van. Ez a fülpiszkáló? Nagyon szuper. Amiben mindenféle méretű rekesz van. Ez a rúzstartó kb. 1500 forint volt szállítással együtt. Hát egyébként lehet, hogy Magyarországon is megtaláltam volna kb. Ezen az áron, de így könnyebb volt igazából lerendelni. És működik, tehát teljesen elégedett vagyok. Már hajszál a gyűrűmben. Jó, a következő termék az falmatrica. Itt mögöttem látjátok ezeket a pillangókat. Ezek sima ilyen ezüst pillangók, leszedek egyet, hogy meg tudjátok nézni. Leszedtem. Szóval ezek ilyen kis pillangók, ilyen ezüst színű, és ilyen kis ragacs van itt, amit külön csomagolnak nyilván. Én ezt ugye a falra ragasztottam, nem szedi le a tapétát, meg a festéket se, és olyan kis mutatós, mert hogy ilyen tükröződő ezüstös fénye van. Úgyhogy ilyet rendeltem, és rendeltem egy nagyon hasonlót, ezt közben visszarakom. Rendeltem egy nagyon hasonlót, az még mindig nem érkezett meg, az most egyébként már késik. Az pedig ilyen feliratok és szintén ilyen pillangók, azt még most abba a sarokba akarom majd betenni. Arról is beteszek majd videót. Ez a pillangós falmatrica, ez 1100 forint volt szállítással együtt. A feliratos pillangós, ami még nem érkezett meg, az meg körülbelül 800 forint volt. Tehát ilyen minimális összeg. Na, megetted már az összes vatta részét a fülpiszkálónak? Nem. Nem? Nem etted meg? Mert nekem úgy tűnik, hogy megetted. Nézd csak, mi van itt? Ez nem kell?
mindent meg kell enni. Jó, tehát ez a két fal matrica van. Rendeltem LED füzért, és hát azt is látjátok itt mögöttem. Erről is berakok majd egy videót, amiben az egész látszik. Klasszik LED füzér, sima, szerintem hidegfehér fényjel rendeltem. Szóval 3 méterszer 3 méteres a LED füzér. Tehát viszonylag nagy. Én szerettem volna, hogyha itt mögöttem valami dekoráció van, meg van egy kis háttérfény. Nem, rúst nem adok oda, felejtsd el. Nem. Nézd, ezt odaadom. Hogy milyen szép fénye van a kupakjának? Hú, ez nagyon néz ki. Felveszek egy ilyen videót, és a végére a szoba úgy néz ki, mintha tornádó söpört volna végig rajta, mert Sophie folyamatosan dobál el mindent. Szóval a LED füzér körülbelül 4200 forint volt szállítással együtt. Nem tudom, hogy Magyarországon ez mennyibe került volna. Lehet, hogy körülbelül ugyanennyi egy ilyen ledes boltban. Bár azt gondolom, hogy egy 3x3 méteres LED füzérre ez nem volt rossz ár. És tök szuperül működik. Egyébként lehet váltogatni, hogy villogjon, vagy így elaludjon lassan és újra világítson. Máshogy villogjon, tehát vannak opciók. De nyilván én ezt az egyenletes fényt választottam. És szerintem tök jó dekoráció hátul. Kicsit karácsonyi hangulat lesz az ember tőle. Jó, rendeltem egy parókát, akik az Instagramon követnek. Tessék, befestem az arcot. Így. Úgy. Így. Így. Így is. Itt is. Itt is. Itt is. Akik Instagramon követnek, azok látták, hogy egyik nap felraktam egy olyan képet, ahol vörös Kleopátra hajam van. Na hát nem festettem be a hajamat, amint látjátok, hanem ez egy parókának köszönhető. Felveszed, Sophie? Tessék. Jó, nagyon szép lettél. Jól leveszem, várj, Jaj. Szóval ez egy ilyen paróka, ilyen a belseje egyébként, és itt alul van egy csat, amivel így jobban rá lehet fogatni a fejre. Nem tervezem utcára viselni ezt a parókát, még csak kimozulni sem tervezek benne, de ilyen Instagram fotókhoz meg videót felvenni gondoltam, hogy a változatosság kedvéért jól jöhet, és egyébként szerintem egész jól áll ez a vörös szín, de ugye a többség, mármint így a férjem, meg így a barátaim, akik látták, azt mondták, hogy a jelenlegi hajszínem az jobb, ez az ombre, úgyhogy most egy darabig ilyen marad, és nem leszek vörös. Erről is rakok majd be videót, hogy néz ki. Igen, mondjad. Mit szeretnél most? Még egy alapozót adjak? Ezt mondjuk? Ezt adjam oda, ezt az alapozót? És a paruka az körülbelül 5000 forint volt szállítással együtt, tehát valami 3008 volt, és ilyen 1200 körül volt a szállítás. Jó, szóval ennyit a parukáról. Jöhet a következő termék, ami egy nyaklánc. Igazából ez ingyenes volt ez a nyaklánc, és csak a szállítást kellett kifizetni. Mindjárt mutatom, hogy néz ki, csak még meg kell szerelnem. Itt van. Tehát róla van szó. Tehát ez 254 forint volt ez a nyaklánc igazából. Tehát ugye ilyen. Nekem kb. A második használatnál szétjött az egyik ilyen kis láncszem, és újra kellett operálnom. De most nagyon divatosak ezek a nagyon vékony, ilyen több részből álló láncok, és örülök neki. Egyébként tervezek még ilyesmiket rendelni majd, mert körülbelül ilyen áron vannak ezek a láncok, gondolom kb. Ilyen minőségben is, de használható, tehát nem fogod cibálni, akkor nem lesz gond. Oké, plusz csillag. Sophie-nak rendeltem egy plusz csillagot, amit talán már láttatok is. Itt van mögöttem, ő a mi plusz csillagunk. Igen, és ez úgy működik, hogy itt van rajta egy gomb, amit be lehet kapcsolni, és hát ebben a fényben nem tudom mennyire látszik, de látjátok most például zöld, és most ilyen rózsaszínes lilás, és
a következő az sárga. Na mindegy, szóval ez most a filmben nem látszik, de ez színváltós, most kék például, vagy kékes. És most meg ilyen lilás színű. Ez sötétben nagyon szépen világít. Nem. És most lekapcsoltam, ugye itt alul van benne egy kis cipzár, és itt van benne egy ilyen kis elemtartó, de elemmel működik. Nem szokott éjszaka menni, cserébe nagyon puha, Szofi nagyon szereti, mert puha, puha, igen. Jól van, akkor még kihagylak, bocsánat. Most a parfüm az nagyon érdekes. Szóval szeret vele játszani, szeret ráfeküdni, meg így hozzádörgölőzni, meg hát poén, hogy ugye ez világít. 2300 forint volt szállítással együtt. Jó, éjjeli fény, rendeltem éjjeli fényt, ami itt van. Egy ilyen kis ledes cucc, itt van rajta egy pici kapcsoló, amit ugye így fel lehet kapcsolni, le lehet kapcsolni, ez nyilván konnektorról működik, amire nem figyeltem, hogy ez így érkezett, tehát ilyen amerikai dugallyal érkezett. Hál' Istennek, hogy volt itthon egy ilyen kis átalakító, adjam ezt oda, tessék. Ezért azonnal ki tudtam próbálni, nagyon szépen működik, egész sok fényt ad, és elég olcsó volt, mert 578 forintba került összesen. Azért akartam egy ilyet, mert mikor megyünk vidékre édesanyámhoz, vagy édesapámhoz, és ott alszunk, ott nincs éjjeli fényünk, és itt ugye egy lámpánk van a szobában, ahol Szofia alszik, de ezt nem fogjuk elvinni magunkkal, egy állólámpa. Ez meg tökéletes lenne arra, hogy ott bedugjam, és akkor ott pont annyi fényt ad éjszaka, amennyire szükség van. Úgyhogy szerintem ez is megérte, annyi, hogy ha ilyet rendeltek, akkor figyeljetek oda, hogy európai dugallyal rendeljétek, és ne amerikaival, mint én. Jó, és az utolsó termék, ami sajnos még szintén nem érkezett meg, bár az később is rendeltem, az egy ilyen kozmetikai hajpánt, arról is fogok berakni videót. Én azt azért rendeltem, mert engem idegesít, hogy mindig, mikor este lemosom a sminkem, akkor itt ugye ilyen habos lesz a hajam, meg vizes, meg nem tudom, és ez ugye pont erre való, hogy ide felteszed, és védi a hajadat. Hogy mondjam végig ezt a mondatot, sincsen. Nem mondhatom végig. Tessék, elolvasod te is, azt ad ide. Elkaptam. Remélem, hogy megérkezik az is egy-két héten belül. És körülbelül ennyi igazából, amit a Wish-ről rendeltem, és szóra érdemes. Remélem, hogy van olyan termék, ami esetleg nektek is tetszik, és szeretnétek már régóta ilyet, és akkor így most tudjátok, hogy honnan tudjátok lerendelni. De ha nem is akartok semmit rendelni, akkor is remélem, hogy érdekesnek találtátok a videót. Nem, Szofi szétszakítja a jegyzetfüzetemet, úgyhogy most búcsúzom. Megyünk ebédelni, hát ha az kicsit lenyugtatja. Megtaláltok a Facebookon, az Instagramon, a Pinteresten és a Snapchaten és glamify.hu néven. Hamarosan is mit jelentkezem, lesz majd ruhafelpróbálós kismamás videó, illetve majd nyilván Szofis videó is. Most megyünk, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és puszilunk mindenkit. Sziasztok!